Botrányos jelenetekkel ért véget az előző fordulóban a Ferencváros Puskás Akadémia mérkőzés. Az ott történtek miatt a felcsútiak vezetőedzőjét, Halászi Kingát 5 meccsre eldiltották, mert nyomdafestéket nem tűrően kiabált a játékvezetővel. Így a Pancho Arénában a sereghajtó Budaörs ellen már nem lehetett ott a pályaszélén, így a hazaiakat Mészáros Dalma asszisztensedző irányította. Megbeszélünk minden meccs előtt, tiszta mindenkinek minden, a taktikait is előbb tartunk, tehát ugyanúgy részese, annyi, hogy a meccselésben előre megbeszéljük azokat a sarokpontokat, amiket úgy gondolunk, hogy azt szerint próbáljuk a meccset terelni, úgyhogy igyekszünk megoldani. A vendégeknél sok a sérült, így ezúttal a kapuban a mindössze 16 éves Csapó Zoé kezdett, aki ezzel debütált az élvonalban. A meccset a fehérmezes haziak kezdték jobban, és Tóth Zsóka már az 5. percben megszerezte a vezetést a Puskásnak, 1-0. Ebben a gólban még Csapó megilletődöttsége is benne volt. A 8. percben egy szögletet követően pedig már 2-0 állt az eredményjelzőn Szemán Tóth Barbarának köszönhetően. A 11. percben pedig csak a kapufa mentette meg a vendégeket az újabb bekapott góltól. Elég egy oldalon indult a mérkőzés. A 22. percben viszont már kivédte Palakovics Laura távoli próbálkozását Csapó. 5 perccel később pedig megfogta Sinka napsugár átlövését is. Majd rögtön utána óriási bravúrral hárította Pécsi Dóra zicserét is. Így a szünetben 2-0 volt az állás. Ekkor pedig Horváth Ferenc, a vendégek vezetőedzője, pályára küldte mezőnyjátékosként a válogatott kapusát, Szőcs Rékát. Sokat sérültünk meg, és most azért nekünk 3 fontos mérkőzésünk lesz a bajnokság itt az ősz végén, és a sérüléseket meg a sérült játékosokat próbáltuk egy kicsit pihentetni, hogy inkább arra épüljenek föl. Szöcsivel beszéltük, szeretett volna már mezőnyben játszani, mozogjon egy kicsit, tehát ráadásul azért olyan fizikummal rendelkezik, ami nekünk azért erőny a védekezésnél, akár a pontrugásoknál, azért a magassága jól is fejel. A második félidő egy újabb hazai kapufával kezdődött, Zán Fábián panna lövése után. Majd az 51. percben egy újabb Szemán Tóth góllal folytatódott. 3-0-ra vezetett ekkor már a Puskás. 10 perccel később aztán Csapó védte megint remekül pécsi próbálkozását. Ahogyan mentette ezt, 1 perccel később is. A 71. percben viszont már nem volt appelláta. Előbb Szarvas Sára forgácsolta szét a felső lécet egy jó csel után, majd a kipattanót Pécsi már a kapuba fejelte. 4-0. Ez volt a Fehérvárról érkező Pécsi első gólja új csapatában. Természetesen mindig jó érzés gólt lőni. Az, hogy most az új csapatom színeibe tehettem meg ezt, ez nekem külön nagy öröm most, hogy így segíthettem a csapatot. Az én gólom az egy kipattanóból történt, kipattanóra érkeztem, és sikerült befejelnem. Ahogyan a 80. percben is majdnem Csapó kapujába, ám ekkor a felső léc hárított. 1 perccel később viszont már Csapó Szarvas lövése után. Majd a vendégek kapusa kiütötte Nagy Nikolett löketét is. Ám a 93. percben még betalált Sidney Steyer is, aki így beállította az 5-0-ás végeredményt. Halászi Kinga nélkül is magabiztos győzelmet arattak a hazaiak. Nyilván nehéz a csapatnak, hogyha a vezetőedző nem tud segíteni, de úgy gondolom, hogy Dalma személyében nagyon pozitív és nagyon segítő másodedzőnk van, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Megbeszéltük már tegnap a taktikai dolgokat, azon túl voltunk, igazából mindenki a mérkőzésre készült, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért jól sikerült. Új vizekre élvezek, de viccet félretéve ott segítem a csapatot, ahol az edző számít rám és ahol tudok. Egyébként nagyon tetszett ez a pozíció is. Nem áll messze tőlem ez a poszt. Edzésen is szoktam csatát játszani, vagy védőt. Mikor, hogy? Nagyon tetszett.
egy 16 éves kapus debütált, aki saját nevelésű, és én úgy gondolom, hogy teljes mértékig voltak hibái, de hát én úgy gondolom, hogy azért voltak bravúrja is, sőt, én úgy gondolom, hogy volt 2-3 nagyon nagy bravúrja is 16 évesen, majd a hibák majd a idővel, sok munkával majd kijavítja, és akkor rendben leszünk. Két jó kapusunk van, és ez örömteli. Nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy tudtam kezdőbe lenni. Nagyon sokat tettem érte, hogy ott legyek, mégis próbáltam. Vannak hullámvölgyek is ebbe persze, de nagyon boldog voltam ez miatt. Nekem nagyon nagy nehézségem az, hogy én nehezen tudok egy gólt például feldolgozni, de ezen is tudtam már javítani alapból. Nem volt jó érzés, de tovább kell rajta lenni. Az első fél időben mi nagyon statikusak voltunk fent a támadózónában, ugye kevés volt a hely, keveset mozogtunk, úgy nehezebb voltak a bontások, és inkább csak a szélről érkező labdákkal tudtunk veszélyt kialakítani. A második fél időben ugye ezt megbeszéltük az öltözőbe, és sokkal több mélységi indulással, és ugye a védősor mögébe indulásokkal ezen úgy nem tudtunk változtatni. Győzelmével a Puskás 18 ponttal a negyedik, míg a Budaörs továbbra is 0 pontos és utolsó.